Tisztelt polgármester úr, mi minden történt a héten? A héten rengeteg dolog történt, talán kezdjük a képviselőtestület számával a legfontosabbra, ugye volt képviselőtestületi ülés. A nyári szünet után az első, rengeteg napirendi pontot tárgyalt a képviselőtestület, voltak ebben fontosabbak vagy kevésbé fontosabbak. Talán amik a közvéleményt jobban érdekli, vagy a jövőbe mutatók voltak, azokat mondanám el. Ugye egyrészt a Bursa Hungarika pályázathoz csatlakozott megint az önkormányzat, ugye ez egy állami pályázat, a felsőoktatásban résztvevők kapnak állami ösztöndíjat. Akkor, hogyha az önkormányzat is ad hozzá egy forinthoz egy forintot, és akkor nagyjából így van, mi egy kicsit többet adunk, mint egy forint, de hát ez már lényegtelen ebből a szempontból, és akkor csatlakoztunk ismételten, és akkor nem sokára ki is írja majd az önkormányzat ezt a felsőoktatási pályázatot, és akkor reményeim szerint a kerületi felsőoktatásban tanulók megint fognak pályázni, ugye, ahogy eddig minden évben. Aztán ezen kívül döntöttünk egy Európai Uniós pályázaton való indulásról. Azon kevés pályázatok egyike ez, amelyik még a közép-magyarországi régióban, így Budapesten is elérhető. Ez egy VECO pályázat, tehát nem ilyen helyi infrastruktúrafejlesztés, tehát nem a közép-magyarországi infrastruktúrafejlesztés a közop, hanem egy VECOP, egy ilyen közlekedési operatív program, hogyha egyszerűsíteni akarok, sok minden van ebbe, de amire mi most pályázunk, ez a fővárosi önkormányzata közösen kerékpáros infrastruktúrafejlesztésre. Persze nem csak mi pályázunk, mint 16. kerület, hanem talán 20 kerület közösen, meg a főváros közösen. Számos része van. A 16. kerületben a legfontosabb elemei azok, hogy a csatlakozások meg legyenek ugye a szomszédaink felé. Ugye jelenleg egy csatlakozási pontunk van, az a Kerepesi út, Veres Péter út, Szabadföld út mellett menő kerékpár út, ugye csatlakozik befele a város felé levő kerékpárúttal, de szeretnénk, hogyha a Szilasmenti kerékpárút a 17. kerülettel is csatlakozna, meg a 15. kerülettel is csatlakozna. Szeretnénk, hogyha ott a Cinkotai út mellett a másik lehetőségként csatlakoznánk a 17. kerülethez. Szeretnénk a agglomerációs csatlakozni. A Szabadföld út folytatásaként ugye ott a temető, meg a M0-ás hídon keresztül a Kistarcsához, a Szilas patak mellett a Naplástó után Nagy Tarcsához, tehát hogy így egy komplex hálózat jöjjön létre. Ezen belül, ja, és még a Zuglóhoz is csatlakoznánk, a körvasút soron át menőforgalmat, kerékpáros forgalmat próbálnánk majd kiépíteni, vagy annak a lehetőségét. Illetve csomó apró fejlesztés van benne, de ezeket nem sorolnám fel. Összességében egy 700 millió forintra pályázunk csak a 16. kerületbe, reményeink szerint nyerni fogunk. Jó, ez nem egy év alatt kell elkölteni, 3-4 éves projektek vannak ebben. A jövő évben ebből, ha nyerünk, meg ha nem akkor is, megcsináljuk a Naplástóig tartó kerékpárutat, meg a Naplástó környezetének a rendezését. Aztán ami még volt, döntöttünk az oktatással kapcsolatban két adminisztratív jellegű dologról. Az egyik az, hogy a GAMESZ-ünk, tehát az a könyvelő pénzügyi elszámoló cég, aki az intézményeink pénzügyeit számolja el, annak a vezetőjét kérték föl, Ivics Mihályt, a tankerület gazdasági vezetőjének, és a képviselőtestület elengedte Ivics urat, hogy a jövőben ugyanígy a 16. kerületben, csak most már az oktatásért felelős pénzügyi főnök legyen. Így kell gondoskodnunk a GAMESZ jövőbeli sorsáról. Ugye azzal ők leginkább, vagy a munkájuknak egy jelentős, mondjuk 50-40-50%-a az iskolák könyvelése volt, tehát az iskolába keletkező számlák, meg az egyéb ilyen dolgok, munkaügynek a bonyolítása, mondjuk a iskolai munkaügy pont nem, mert ugye az már eddig is a tankerületnél volt. Ennek a szervezése volt, és hát hogyha az iskolák január 1-től ugye a tankerülethez tartoznak, akkor a munkájuk egy része azért feleslegessé válik, úgyhogy fölkért a képviselőtestet, hogy gondoskodjak arról, hogy akkor a jövőben hogy működjön ez a szervezet. Mielőtt megijedne mindenkinek azt tudom mondani, hogy legalább ugyanezért a fizetésért, és megtaláljuk azt a helyet, ahol tud majd dolgozni, úgyhogy nem kell izgulni, minden GAMESZ-es dolgozónak lesz helye. A másik ilyen adminisztratív intézkedés a tankerülete kapcsolatban az az volt, hogy mivel most már a 15. kerület is ide tartozik a 16. kerületi tankerülethez, több ember kell ennek ellátására. És az a hely, amit itt az önkormányzat biztosított a polgármesteri hivatalba, az már nem elegendő. Így a Jókai utcai irodaházba biztosítunk számunkra két irodát, és erről is döntött a képviselőtestület.
Tájékoztattam egyben a képviselőket, hogy a klikkel való tárgyalások nagyon jó ütemben haladnak, és egész jó eredmény várható a végén. Ugye nyáron volt fölbuzdulás abból, hogy na most mi lesz, hogyha államhoz tartozik majd az oktatás, akkor milyen programok szűnnek meg, akkor mit nem lehet majd tovább csinálni, meg nem tudom. Én most úgy látom, hogy legalábbis a tárgyalás mostani szakaszában, hogy minden program, amit az önkormányzat elkezdett, az folytatódni fog. Vagy úgy, hogy az önkormányzat finanszírozza meglevő forrásaiból, ami egyébként hál' Istennek kiderült, hogy ez nem érinti olyan rosszul az önkormányzat, a mi kerületi önkormányzatunkat az úgynevezett szolidaritási adó. Így lesz pénzünk arra, hogy folytatni tudjuk a programunkat, illetve hát sikerült megállapodni abba, hogy egységes legyen az iskola, mert ugye a eredeti terv szerint a konyhások azok az önkormányzatnál maradtak volna, mert hogy a közétkeztetés ellátása ugye önkormányzati feladat. De hát hogy néz az ki, hogy egy iskolában 2 vagy 3 ember kivételével mindenki az igazgató alá tartozik, ez a 2-3 ember nem, úgyhogy sikerült megállapodnom a tankerülettel, hogy akkor ők átveszik ezeket a konyhásokat, mi meg cserébe tovább folytatjuk az iskolák felújítását egy bizonyos összegig. Tehát mostantól az iskolában dolgozó összes személy, mindenki oda tartozik a... Hát az igazgató, hát ma január 1-től, tehát nem most, január 1-től lesz a változás, és hát az igazgató lesz a főnökük, ha minden igaz. Persze ez a tankerületen mondjuk, hogy pontosan hogy lesz itt a munkajogi dolgok. A lényeg az, hogy nem az önkormányzat égisze alatt lesznek, hanem egy kézben lesz az egész, ami talán jó lesz. Ugye én jártam az iskolákat, és minden tantestülettel beszéltem, és mindenhol megemlítették ezt, hogy az igazgatónak az külön problémát jelent, hogy nem tudja mondjuk utasítani a takarítót, hogy hol meg mikor takarítson. Na most ez meg fog szűnni nyilván, hogyha egy kézben lesz. Aztán ezen kívül a képviselőtestület tárgyalt egy olyan napirendet, melynek a címe az volt, hogy Vajda Zoltán önkormányzati képviselő 3. köztartozási ügye. Ugye Vajda képviselő úr már nem először került ki a köztartozásmentes adózók listájából. Mire a képviselőtestület tárgyalt ezt az ügyet, addigra vissza is került. Ugye ezt minden hónapban frissítik. Azért érdekes ez a dolog, mert hogyha valamelyik képviselő bizonyos ideig nem kerül vissza ebbe az adatbázisba, akkor vagy akár külső bizottsági tag, mert ilyen is volt a mostani testületi ülésen, erről is tárgyaltunk. Ha nem kerül vissza, akkor méltatlansági eljárás keretében megszűnik a mandátuma. Tehát nem vicc ez, és mindenkinek az adót időből be kell fizetni. Tehát akár képviselő, akár nem képviselő az ember, nyilvánvalóan, csak hát a képviselőknél azért komoly problémát jelent ez a törvény erejénél fogva. Aztán ezen kívül volt Ikarusz nap a hétvégén, nagyon jól sikerült, szerintem még soha ennyien nem voltak, talán soha ennyi busz nem volt. Nagyon nagy, tehát 10-valahány buszos felvonulás volt, ami az Őrsözér térig elment, majd visszament a gyárba, bement a gyárba, a gyárudvaron megállt, kiszállhattak az utasok, körülnézhetek, hogy most milyen az Ikarusz gyár, és utána visszamentek, de hát volt ott minden, a tombolától kezdve a főzőversenyig mindenféle dolog, úgyhogy nagyon érdemes volt eljönni az Ikarusz napra, ez a 10. alkalom volt, talán jubileumnak is számíthatott. Mintha egyre nagyobb lenne ez a rendezvény évek óta, nem? Igen, mert most már egy ilyen ikaruszos, vagy inkább buszos dzsemborinak tűnik, tehát veterán autóbuszok jönnek legtöbbször, és már nem csak azok jönnek, akik az Ikaruszban dolgoztak, vagy érintettek ebben, hanem már a kerületben levő, egyébként az Ikarusz gyárhoz fizikailag, vagy érzelmileg nem kötődők is jönnek megnézni a szuperbuszokat. Érdeklődők. Igen, rengeteg érdeklődő van. Aztán voltam Pálfi József nénél 90. születésnapja alkalmából. Nagyon jó erőben van Julianna néni, és szerintem simán meg fogja élni a 100-at. Szent Mihályon lakik, és szerető családja körében, úgyhogy nem lehet ebből probléma. Kevés olyan helyen voltam, ahol valaki a mennyét dicsérte, a menny meg az anyósát. Ez külön, kölcsönösen, tehát mind a ketten egyetértek abban, hogy nagyon jó kijönnek egymásra. Aztán kedden volt egy nagyon érdekes előadás az Erzsébet-ligeti színházban, ahol én is, mint házigazda előadtam. Ez a migráns kérdéssel foglalkozott, Georg Spötle tartott előadást, megdöbbentő tényeket sorolt föl, hogy különböző nyugati országokban, elsősorban Németországban, mert ugye ő német állampolgár is, amellett, hogy magyar állampolgár, vagy lehet, hogy talán magyar állampolgár, mindegy, a lényeg az, hogy ő német állampolgár is, és elmondta, hogy Berlin egyes negyedeiben már igazából az iszlám jogrend van érvényben, tehát már nem lehet ott fedetlen vállal mondjuk sétálni a nőknek, ha mégis ezt megteszik, leköpik őket, inzultálják őket, és a jobb érzésű németek már is költöztek
arról a környékről. Mondott egy iskola nevet, nem jegyeztem meg, ahol már talán csak összesen 2 darab német tanul, középiskolában, gimnáziumban. Az összes többi már arab-muszlim bevándorló, és elmondta azt, amit egyébként én is tudtam, mert mi is voltunk Berlinben tanulmányúton, hogy a legnagyobb probléma az, hogy nem is akarnak megtanulni németül, nem akarnak integrálódni. Ők a saját maguk arab, török vagy bármilyen nyelvén beszélnek, és nem foglalkoznak azzal, hogy egy másik országnak a szabályait kellene betartaniuk, vagy ezzel bármilyen azonosságot vállalniuk. Ők szépen kialakítják először csak a kis tömböt, aztán a negyedet, aztán a várost magukénak érzik, külön rendőrség alakítottak a hivatalos német rendőrséggel szemben, hogy ők majd a rendet fenntartják, a saját rendjüket. Megdöbbentő volt, érdemes megnézni, szerintem fönn van az interneten, de ha nem, én is majd megosztom a Facebookon ezt az előadást. Nem rövid, ez kétségtelenül így van, de tartalmas előadás volt. Aztán volt a héten, tegnapi nap folyamán őszi tárlat, ugye a Corvin Művész Klubnak a művészei, illetve lelkes a művészklubon kívüli művészek is csatlakoztak a idei őszi tárlathoz. Ugye ez egy olyan tárlat, ahol mindenki a eddig még nem publikált műveit beadhatja, zsűrizik, díjakat állapítanak meg, és ebből kiállítást rendeznek az Erzsébet-ligeti színházban. Idén a téma az 1956-os forradalom 60. évfordulója volt. Gyönyörű alkotások születtek, tényleg érdemes elmenni a színházba, a galéria előadó terembe, tehát ott, ahogy bemegyünk, mielőtt bemennénk a nagy terembe, ott lehet megtekinteni a képeket végig a falon, illetve hát nem csak festmények vannak, de vannak szobrok, vannak kis plasztikák, rengeteg minden. Érdemes tényleg elmenni, nagyon sok művész rendkívül jó alkotásait lehet ott látni. Aztán ezen kívül talán a legfontosabb dolog nekem személy szerint a migráns kérdés mellett, az a Baross Gábor utcai óvoda műfüves udvarának, illetve füves udvarának, felújított udvarának az átadása. Ugye ez az egy iskola, egy óvoda felújítás, egy óvoda udvar, egy iskola udvar felújításban, az óvoda udvar felújítás idén. A Fecskefészek óvodának ez a része eléggé mostanában körülmények között volt, ugye jó nagy fák vannak, alatta nem nő meg a fű természetesen, és ezért azon a részen, ahol eddig por volt, ott műfőt építettünk, meg új játszóeszközök is kerültek. Ahol viszont fű volt, ott meg újravetettük a füvet, és locsolóhálózatot is kialakítottunk, úgyhogy így egy vegyes rendszer jött létre, de szerintem mindenki élvezi ezt. Próbáljuk mindig a természetes dolgot visszavinni, ahol lehet, ahol meg nem lehet, ott meg a kamifüvet. Köszönöm szépen, hétvégén valami várható? Hétvégén több dolog is lesz, a személyhályi esték során Jobbágyi Gábor előadása lesz 1956-ról Tóth Ilonkáról. Aztán ezen kívül számos esemény lesz szerintem. Én most egyiket se sorolnám föl, de nézzék meg akár az Erzsébet-ligeti színháznak a honlapját, illetve most még talán olyan hétvége lesz, ha jól néztem az időjárás jelentést, hogy jó idő lesz, tehát érdemes kimenni a szabadba. Most már szeptember közepe van, lassan azért, ugye következő hétvégén kertárosi vigasságok, nagyon reméljük nem mossa el az eső, hanem tényleg lesz vigasság, és Deák Bill koncerte kezdődik pénteken, úgyhogy érdemes, nem most, jövő héten pénteken, érdemes készülni rá, egy nagyon jó koncert lesz. Deák Bill koncert általában olyan szokott lenni, úgyhogy mindenkinek azt javaslom, hogy menjen a szabadba, most még ameddig lehet. Nagyon szépen köszönjük, és akkor kellemes hétvégét mindenkinek. Köszönöm szépen.